Az érettségi megszerzése ma már nagyon fontos, hiszen a bizonyítvány kell egy új munkakör betöltéséhez, vagy a továbbtanuláshoz, vagy éppen egy OK-s szakma megszerzéséhez. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatót szervezett augusztus 18-án a Petőfi Sándor Művelődési Központba, ahol Tamási Attila, a Pannon Oktatási Központ koordinátora többek között erről is beszélt az érdeklődőknek. Jelen pillanat most az oktatás is ugye fejlődik, és úgy néz ki, hogy ez az érettség is eljutott arra szintre, hogy alapképesítésként van minden olyan szakmához, ami valamilyen szinten azt mondom, hogy egy komolyabb beosztás vagy bármire jó kell az érettségi. Sokan ugye nem tudták ezt megszerezni iskolai rendszerbe, munka, család, pénz, egyebek véget, ezért vannak ilyen lehetőségek, hogy család mellett tanulás kisebb ráfolytásával is otthoni tanulást el tudják végezni, és tudjanak előrébb menni az életbe. A tájékoztatót 4 roma lány hallgatta meg arról, milyen lehetőségeik vannak az érettségi megszerzésére. Az előképzettségtől függően, tehát hogyha valaki 8 általánossal rendelkezik csak, vagy 8 vagy 10 osztálya, ugye őnek itt több osztályt kell elvégezni. Ha valakinek van előképzettsége, tehát szakmunkás képződtetőnek a 2 évet 4 év alatt ugye el lehet végezni. Az iskolai rendszeren kívüli oktatás állami támogatással működik, ezért ingyenes a résztvevők számára. A kiskörösieknek jelenleg Kalocsán van lehetőségük arra, hogy ingyenes tanfolyamon készüljenek fel az érettségire. Próbálunk azokon is segíteni, akik abban a térségben vannak, ahol nincsen. Helyileg ugye Kalocsán, ami legközelebb a Kiskörösöz, Kiskunhalason van még kihelyezett, és Kiskunfélegyházán. Tehát ezek a térségekre tudtunk így kihelyezni, ugye létszámilag megfelelő képesítésre, tehát ahol tudunk indítani ilyen tanfolyamokat. Aki érettségi bizonyítványt akar szerezni, annak heti 1-2 alkalommal délutánonként Kalocsára kell átjárnia, ahol középiskolai tanárok készítik fel őket a nagy megmérettetésre. Mivel ez a Pannon Oktatási Központ belső képzése, ezért azok a pedagógusok vizsgáztatják a diákokat, akik a képzést tartották, és a központ állítja ki a bizonyítványokat is. A tájékoztatón a résztvevők az előadó segítségével kitöltötték a jelentkezési lapokat, így ők szeptembertől már elkezdik a felkészülést az érettségire.